Néhány percről egy kolléga a budinál petárdát robbant, az összes rendőr fölmegy, és utána frissen fitten berohadnak a pályára, és az összes Diósgyőr szurkoló, illetve összes Diósgyőr játékos beskerázik az öltözőbe, tehát ezt nevezem én a trójai falunak, avagy Rommel a sivatagi róka a Diósgyőri stadionban. Következzék egy kis, hát mondjuk sporttudósítás, mert ennek alapján én azt gondolom, hogy ezt a focit erőltetni nem érdemes. Verekedni viszont sokan szeretnek. Én nem, tehát én nem pártolom ezt a dolgot, tehát úgy elképzelem, hogy a labdahajsza helyett annak teljes zárójelbetételével a szurkolók esnek önfeledten egymást. Nézzük egy ilyen tudósítást a jövőből, nem is annyira a jövőből, ahogy az eseményeket elnézzük. A Nemzeti Bajnokságban a hétvégén a Feledés SC szurkolói csaptak össze a lúzavárosiakkal. A meccs végeredménye 3-2 a lúzaváros szurkolói javára, így jutnak tovább a döntőbe. Bocsánat, ezt akkor honnan nyomjam, Gabikám? Ezt az egészet jó lenne. Ha annyira jó voltam, ne provokáljál. Jó, de a... Gabi, jó, de a pomfot azt már nem kell? Nem. Jó. Jogi, na. Szóval következik egy kis tudósítás a jövőből. De én voltam szar, mert most lelkileg... Most én... Nem, Gabi, én nem tudok lelkileg tovább menni, szóval... A Nemzeti Bajnokságban, nem ilyen esélyed akarok, miért csináltam ezt? Várjál, mert ez ugyanaz, mint a izé. A Nemzeti Bajnokságban, ez jó, nem? Nem, ez ilyet. Jó, kicsit ilyen beszar. Jó? A Nemzeti Bajnokságban a hétvégén a Feledés SC szurkolói csaptak össze a lúzavárosiakkal. A Tippix azoknak kedvezett, akik úgy vélték, a stadion 30%-át kell majd újjáépíteni a meccs után. A meccs végeredménye 3-2 a lúzaváros szurkolói javára, így ők jutnak tovább a döntőbe. A lúzaváros legeredményesebb játékosa a fekete alapon halálfejes mezben játszó Fricike. Négy belső vérzéssel, 6 bordatöréssel és 2 nemi erőszakkal. Az egyik fiú. Két pontot is szerzett az első félidőben csapatának ezen a mérkőzésen. A Feledés SC a 43. percben az idegenlégiós Hassan Molotov koktéljával 2-1-re szépített, majd a második félidő elején a csapat nagy reménysége a veteránnak számító Bicskás Ferko, aki eddig hosszan elhúzódó sérülés és két rendbeli betöréses lopás miatt maradt távol, hálót rengető szurkolót juttatott a lúzaváros kapujába. Így a Feledés kiegyenlített. Már-már úgy tűnt, ez marad a végeredmény. A bíró azonban a 90. percben nem fújta le a meccet, ehhez köze lehet annak, hogy mindkét karját eltörték. Ezért a 112. percben a lúzaváros 3-2-re javíthatott. Töpörtyű Kalasnyikov géppisztolyát Ordas Béla értékesítette. Ő sajnos nem vehetett részt a meccs utáni győzelmi banketten, mert előzetes letartóztatásban kellett számot adni a lelőtt partjelzőről. Nagy botrány kavart, hogy a meccsen, a verekedés alatt a Feledés futballistái minősíthetetlen magatartást tanúsítottak. A közönségre fittyet hányva fociztak. Sőt, a 20. percben egy gólt is lőttek, megosztva ezzel a küzdő felek figyelmét. Büntetésből az MLS döntése szerint a következő Feledés verekedés üres focipálya mellett rendezik meg. Akkor jöttem rá, hogy öregszem, és ez már több mint 20 évvel ezelőtt volt, amikor a siófoki vitorlás diszkóban egy igényes paraméterekkel rendelkező hölgyet táncolni hívtam, ami nálam vagy jelentős alkoholos befolyásoltságot, vagy komoly elszánást jelent. Ugye annak idején nevezetes történetem volt, nem nagyon tudtam táncolni, viszont másfél órát dumáltam egy csajjal a buli közepén, ahol mindenki örjöngve táncolt. Utána azt mondja a csaj, Sanyi, nem is tudtam, hogy ilyen jó rokizol.
Ennyi a művészet hatalma, kérem tisztelettel. Most viszont hát borzongó érdeklődéssel figyelem az úgynevezett fiú csapatoknak és lány csapatoknak a tevékenységét. Már ott tartok, hogy én is csinálnék egy ilyet. Nem kell hozzá olyan sok, de néhány szempontot szerintem feltétlenül figyelembe kell venni. Keressünk mindenek előtt 4 tehetséges fiatalt a rokonságunkban, a lépcsőházban, esetleg a telefonkönyvben. Próbálkozhatunk hirdetéssel is, de ezzel egy nagyon lényeges kört kizárunk az analfabétákra, gondolom. A legfontosabb a image. Ha fiúk, borotválják le a mellkasukat, ha csak nem David Hasselhoffra vesszük a figurát, azokat a lányokat azonban, akinél szükség lenne ilyesfajta beavatkozásra, nyugodtan zárjuk ki a jelentkező köréből, legalább egy ember azért kell, akiről elképzelhető, hogy van barátnője, és el is tudja mondani azt a mondatot, hogy mi éneklünk és csináljuk a zenét. Szükség esetén ez azért mehet playbackről is. Hát ismerkedjünk meg egy-két ilyen fiúcsapat, lánycsapat szöveggel. Mondjuk így kezeljük ezeket költői alkotásként. Kóstolj belém, bébi. Kóstolj belém, bébi. Kortyolj a szívemből. Hidd el, mindenem a régi. Ájulj el a gyönyörtől. Kóstolj belém, bébi, kortyolj a szívemből. Az alakom, a zamatom. Mindenem a régi. Ájulj el a gyönyörtől. Siess, siess, nagyon gyere ide. Én vagyok a farkas, és te az őzike. Egy igazi bambi, bambi, bambina. Hát kortyolj a szívemből, míg a szívem bírja, és soha ne félj, vedd el mindenem. Most figyelj! Ez rövid, csak egy rövid részlet. Őrzöm az ablakod. Ilyen biztonságőr a csávó nyilván. És ha már ott van, meg is csajt. Na minden! Őrzöm az ablakod! Azt mondja, ilyeneket nem szabad mondani, nem. Ezt ma is majd kifütyüljük. De füttyentés közben egy kis galambocskát engedik. Ezt apukám csinálta mindig, de így köhentedi. Aj, már regi! Na várjál, térjünk vissza a költészethez! Térjünk vissza a költészethez! Mondtam, hogy feljövök, mint a szerb válogatott. Hát olyan voltam, mint az őszi lepkefény. De most nagyon jó vagyok, úgy érzem. Na, és ezt önök is visszajelzik, és köszönöm szépen. És látják, és ez nem egy előre vezényelt taps. Várjál még, van egy kis költészet. Figyelj, de erre figyelni kell. Ma éjjel, tehát őrzem az ablakod. Hogy a iskolába emlékeznek, kellett mondani a címet. Anyám tudja. Őrzöm az ablakod. Ma éjjel őrzöm már az ablakod. Tudod? Ha ezt agyilag feldolgozzák, ami most jön, feladom a szakmát. Azt mondja, ma velem játszik tanút a szél. De ő kukkol, vagy minek a tanúja? Vagy nézi a csajt, és a szél közbe őt leleplezi, mint tanút? Vagy mint kukkolót? Ma velem játszik tanút a szél, és lassan bekúszom a lágy lepedő alatt. Hát még benn sincs, de egy olyan téri ugrás van, ugye a költészet így átlendül bizonyos dolgokon. Na figyelj! Temesse el szerelmedbe! Baby! A szememben mit látsz? Hát nagy vérereket. Csípát, így van. A szememben mit látsz? Ha ott magadra rátalálsz, mikor egy ölelésre vársz, de könnyeidtől félsz. Félsz, ha hozzám érsz, bár szíved fáj, mióta a rossz úton jár. Így elengedi a verset. Szóval így
Száj légha, jó? Várjál, van még egy verszak, és aztán befejezzük. Bébi, nézd újra itt a tél. Havas fák köz sír a szél, hát azért ezt egy 423-szor már hallottuk. Na de most jön, várjál. Egyőrűz. Havas fák köz sír a szél, jégcsapjár már zenél. De mi a más épázza a csajt, vagy mi a, ez tulajdonképpen egy ilyen féltékenységi drámában vagyunk, vagy mi ez? De értünk szól a dal, mint egy tomboló vihar, most ébredj fel, s álmunk is életre kell. Köszönöm szépen. Részt vettem Bayreuthban a főpróba héten, ugye Wagner magának építette II. Lajos bajor király szponzorációjával azt az operaházat, ahol csak az ő darabjait játsszák, és hát jelenleg 2017-re lehet jegyet kapni. Hát ez már majdnem a Trabant kiutalás, csak ez a másik zónában van, tehát oda eljutni a Wagneriánusoknak hát egy óriási élmény. Én 25 óra Wagnert hallgattam egy hét alatt nettóba, ami azért nem csekélység. Egy idős hölgy mellé lezuttyanok. Mondom, mit adnak ma? Remélem, hogy a bevezető alapján tisztába jöttek, hogy ez a kérdés mit jelent ott Wagner Richard szentélyében. Hát a hölgynek az arca, hát szóval talán a düsseldorfi bombázás idején lehetett ilyen. Rám néz, azt mondja, enyhén remegve, hogy Die Meistersinger von Nürnberg, a nürnbergi mesterdalnokok, mondom, von Berlioz. Mondom, huncutul, csak hogy kiugrassam a nyulat a bokorból. Na, a néni ekkor teljesen kész volt, mondom, jól van, csak vicceltem, nem így van ez. Sötét, én úgy gondoltam, beskálázom magam. Mi. Na, ebben se lettem túl népszerű, aztán amikor megyünk le a lépcsőházban, akkor így a térdemet csapkodva így mondtam, hogy Puccini is Puccini. De tudtam én még rátenni. Az egyik jegyszerűt megkérdeztem, így a szemébe néztem, mondom, és itt ez megy minden este. Csak Wagner! Na, az egészet végül is, volt egy kedves főiskolás lány, minden nap ő engedett be bennünket, aki szegény, hát ingyen működik ott jegyszerűként, csak hogy a szentélyben hallgathassa a szent zenét. Búcsúzóra a szemébe néztem, mondom, nem is lehetett észrevenni, hogy playback. A titkos palagdossziéból sikerült néhány fotót, illetve kompromitáló felvételt beszerezni, amelyeknek folyamányaképpen önök is áttekinthetik a olajmafia szövevényes ügyeit. Kérem az első fotót. E fa mögött, mintegy 300 kilométerrel, de még az országhatáron belül vélhetően szervezett bűnözői csoportok találhatók. Az sajnos nem sikerült megállapítani, hogy honnan kell nézni a fát, de az biztos, hogy a mohás oldala éjszak felé mutat. Ez az az asztal, amelynél tárgyalt a magyar olajmafia. A kettő nagy fröccsöt, idősebb Nógrádi, illetve Kaciba Antal fogyasztották, a nagy kólát Pintér Sándor itta, hisz ő köztudottan nem fogyaszt alkoholt. A kisebb poharak gazdái, kérném a képet pedig, Máté László, Boros Péter, ifjabb Nógrádi, illetve Kupa Mihály volt. Ennél az asztalnál ült Pető Iván is, de ő ezen az estén nem fogyasztott semmit. Ha ezt a felvételt, éjszakai felvételről van szó, alaposabban szemügyre vesszük, láthatjuk, amint szolgálatban lévő rendőrök sapkákkal mérik az olajat egy tartálykocsiból, mindez Nógrádi Zsolt hóna alól fényképez. Itt Pintér Sándor látható,
amint nőnek öltözve pénzt fogad el az alvilágtól, észrevétlenül. Ez az a hely, ahol a magyar olajmafia működött. Ő az egyetlen kalandvágyból Magyarországon maradt koronatanú. Itt látható a olajmafia információs központja. Ez az a floppy lemez, amelyről az összes kompromittáló adatot ledörhet. Ezen a képen nem szerepel. Se politikusok, se az alvilág képviselői. Mi következik ebből? Valahol együtt vannak. És végül, de nem utolsó sorban, páros. Ez az a maga töltötte páros kolbász, amelyből Pallag László fogyasztott, mielőtt átadta a dossziét. Csak egy 40 feletti hiú férfi ember lehet akkora majom, hogy komolyan gondoltam, hogy én az 1975-ben Zakopánéban 1500 zlotyért vásárolt liftnadrágomba beleférek. Ez akkor $3 volt ekvivalens erős izgalmi állapotban. Katowicébe jöttek a szakemberek, és kérdezték, hogy forinti, dollári, mám. Mondtam, a mám, és már is jó kurzuson becsattantottuk ezt az összeget. Ez egy 100% szilon nadrág. Már akkor egy kedves sípartnerem a fatörzs epiteton ornászt ragasztotta rám, mert ebben teljesen egyenes vagyok. Hát kérem szépen, előszedtem én ezt a szekrényből, műszálba nem megy bele a moly, ugye ennek is vannak előnyei, és utána teljes haspréssel, uptoner, így felhúztam a cipszárt. Na most, az, hogy még mozogni nem tudtam benne, az nem akkora gáz, akar a fene annyit mozogni, de levegőt se kaptam én, ami azért síelés közben sem hátrány, sőt, talán azon kívül sem. Tudni kell, hogy én erősen reméltem, hogy nem lesz hó. Ez egy rendkívül hószegény tél volt. Mondom, alul majd én elpocskolok a tehénszaron, és utána elmegyek valami vendéglőbe. Úgyhogy én be is szereztem az Essen und Trinken in Obersalzberg című kiadványt, és szépen felállítottam egy ilyen gasztronómiai tervet, hogy hol fogok én reggelizni, délelőtt kávézni, ebédelni, ugye lehetőleg egy dívánnyal, ugye, hogy utána le tudjak pihenni, délután valami kis cukrászda, este egy hajriger, és utána egy kényszer nélküli fakultatív kupleráj látogatással. Véltem én ezt a napot kvázi megkoronázni, és elhatároztam, hogyha ezek között a helyek között 500 méternél nagyobb távolságban, ezekhez én taxit fogok igénybe venni. Apartmanba laktunk. Apartman. Az apartman, ez csak az utazási iroda katalógusában valami elegáns dolog. Ugye ott még apartman, de mire odaérsz, ez apartman. Mondjuk Ausztriában nincs akkora gáz, ugye ez durvább Görögország meg Olaszország, gondolom, vannak élményei a kedves jelenlévőknek. De hát egy olyan, mit tudom, egy ilyen kicsit jobb csehszlovák hitkafaház 1964-ből ez volt. Na, oda megérkezünk. Tényleg a nappali gyönyörű volt, üveglap, és lehetett látni ezeket a szörnyű hegyeket, amelyekre nekem másnap reggel föl kellett hatolnom. Az valami borzongató volt, mikor először beérkeztünk a hegyek közé, látom, hogy fönt ilyen fekete pontok. Mondom, mi van, eltévedtek az ergék, vagy készül a moréna, vagy támad a gletszer, rettenetes. Mondták, nem azok síelők, mondom, ich nicht, nein, nein, mondom, engem nem lehet megtéveszteni. Na, nézzük a felvonókat. Volt egy ilyen ladovka rendszerű, a zárt. Hát én ezt favorizáltam volna, de mondták, hogy az olyan fekete pályára vissza, ahonnan a büdös életben le nem jövök. Na, volt a másik, a csákányos. Hát ismertem én azt, döntöttem én le komplett szlovák leányosztályokat a Hopok déli lejtőjén, sajnos a szónak konkrét értelmében. Na, egy dolgot le kell szögeznünk. Ez a bizonyos korongos, vagy más néven poma, amelyet én a tökönvágó jelzével szoktam illetni. Ez, kérem, a Lajtától nyugatra nincs.
Ez csak a Szovjetunió és utódállamaiban, ebben a kicsit szerencsétlenebb történelmi fejlődésű régióban van. Ennek volt egy előnye, ha fordítva tetted be, mire felértél, egy komplett prostata csocsezben részesített. Tehát ez volt jó a szocializmusban, hogy mindig volt valaminek valami kis mellékszolgáltatás. Na, Laci látja, hogy majrézom. Azt mondja, bújj hozzám, majd én felviszlek. Hát mondom, meg is puszillak, bébi, csak érjünk fel! Na, megyünk, fogom ott a cuccot, mint a koala. Maci, mire fölérünk, én úgy gondoltam, hogy az aznapi sportpenzumot teljesítettnek vehetjük, úgyhogy gondoltam, hogy abból a lendületből bérelek én egy nyugágyat, hogy elolvassam a Der Standard című mérvadó osztrák folyóiratot. Na, hétvége volt, minden bécsi házmester kötelességének érezte, hogy situdását megvillantsa a pisztén. Hát mondom, egy kis helyet kéne nekem is csinálni. Mit tegyek? A jó Isten darab idő múltán megsimogatá buksimat, és eszembe jutott a jó kis hopoki műszó, vöröslő fejjel elordítottam magam, hogy pozor! Na ekkor kettő darab ilyen másfél mázsás, knédlin hizlal tomporú, matróna így visszaintegetett, hogy áno, mondom, meg ne várjál, rosszaság! Tudni kell, hogy van nekem egy ilyen hülye gyerek sapkám, azt megtaláltam, a fejem nem nőtt lényegesen az elmúlt 20 év alatt. Ezt én úgy húzom be, hogy a fülem derékszöget alkosson a fejemhez képest. Na most ennek az az előnye, hogy a sporttársak tekintetében rögtön megjelenik az elmebajosoknak kiáró, elnéző mosoly. Na, addig-addig pozoroztam, illetve húztam be a jambó sapkát, hogy végül is sikerült a pályát valahogyan kitisztítanom. Látták, hogy megérkezett a gyári elmebeteg. Hát kérem szépen, én a 300 méter szintkülönbséget mint egy másfél óra alatt küzdöttem le, de eközben sieltem 42 kilométert, mert én egy lábon ilyen teljes íveket írtam le, és minden fordulóban így megálltam kontraposztóban, mint Dávid a paritjával, és csodáltattam magam, mint rondláki. Egy kicsike, de rendkívül hatékonynak bizonyult esés után úgy gondoltam, amint a társasjátékban szokták mondani, egy körből kimaradok én, és gondoltam, hogy a forralt bor hálózatba helyezkedem el. Tulajdonképpen fel is szabadultam egy picit. Ugye, a betegség szabaddá tesz. Nem voltam köteles a továbbiakban sielni. Akkor még nem tudtam, hogy ez az esés ennyire jól fog sikeredni. Gondoltam, hogy amíg még lehet saját lábamon, azért inkább legyesszelnék, mert láttam én a híradóban, amikor így a sérülteket viszik le, hát gondoltam, hogy értem, helikoptert nem küldenek, de az se tetszik nagyon, amikor így megy a síelő, és akkor a fejed így pattog a pályán, így visznek le a hordákban, hát mondom, ez se teljesen oké, óriási kült futottam, és akkor ilyen hikomat üzemmóddal hazajesszeltem én a szálláshelyre. Hát akkor már, ami járásomat illeti, meglehetősen kihívásokkal küzdködtem, hát rusztikusabban sántítottam, mint a hétszentség. Pakolom le a cumót, jön szállásadom, Kürsner néni, rám néz, azt mondja, ha, Herr Fabria, de resztetem, mondom, anyáról röhögél. Mondom, nem hiszem, hogy szükség lenne rá, de a biztonság kedvéért nincs itt egy orvos véletlenül, kérdeztem a beszülöttek nyelvén ezt a derék kiskalapom, zergetollas kiskalapom asszonykát. Azt mondja, no jól van, aki az a omnirács, én a cvánga, az a Johannes Adam. Na mondom, neked is megveszem a képes német nyelvkönyv gyermeket, egy című képben. Na valahogyan aztán oda megyek. Résztábla. Dolly Buster-szerű asszisztensnő. Nyit ajtót. Ezek szemben láthatóan rám vártak. Mögöttem megjelenik az orvos, kisimult arc, semmi űzöttség, vasalt köpeny, aranykeretes szemüveg. Rám néz mélykék szemével. Mondom, igen. Megjött az a balfácán, akiből élni tetszenek. Pénz állt a házhoz, hogy mennyi erről majd talán röntgen után. Letakarnak ott. Levelezés folyik a biztosítóval. Egyszer csak lecimmizek már a doktorral. Így alsó madárszárból jön valamivel a kezébe, mint aki így sutyeszba dohányzik. Így föltépi a hasamon az inget, és hát így beleszúr. Hát mondom, mi? Hát ők meg vagyunk beszélve, haladunk a műtét felé. Hát mondom, mi itt ez a szurika? Mondom, ez mi volt? Ez? Ez egy kis trombózis gátló. Ó, mondom, trombis lesz. Hát akkor kérnék egy A4-est ebből a lendületből, hogy egy rövid kis végrendeletet fogalmazzak. Nem vagyok gazdag ember, de gondolom, hogy bubikutyám jövőjéről talán gondoskodnom kell. Landoltam én aztán a megfelelő kórházi intézményben. Megérkezett két darab ilyen rablógyilkos külsejű műtős legény.
Ez egy ilyen pavilonrendszerű kórház, és ahhoz, hogy a műtét előtti vizsgálatokat elvégezzék, ilyen kirándulást kell tenni ezek között az épületek között. Hoztak egy ilyen görpikolót, erre föltettek engemet, és letakartak egy 4 mm vékonyságú NDK szöszmös pléddel, amelyben szőr már nem volt, csak felvető szál, mindez januárius derekán, úgyhogy ezzel az erővel egy biciklivel is letakarhattak volna. Én végső erőm megfeszítésével lenyújtam, és a kínai tolcsekinek magamra senderítettem, az se egyszerű, mert a kínai tolcsekinben meg már férc nincsen, úgyhogy azt is így fel kell egy picikét rázni. Na utána megindultunk így az épületek között, ahol a járda ilyen meglehetősen patogós, tehát akinek veseköve van, az a végére garantáltan kibrúnyálja. Legjobb volt a röntgen. A röntgenben kijött egy olyan szőrös nő, amit én még gyáriban nem láttam. A két beteg tologató le is pattant, gondolom elvittek közben valami vipparcot jattér az EKG-ba. Én magányosan vettem fel harcomat a szőrös rémmel. Próbáltam laza lenni, hogy kedvező belbírálást nyerjek, mint Románia. Szőrös bula rám néz. Röntgenbe van, itt nem kell mosolyogni. Legutóbb unoka öcsém nyomásának engedve befizettünk Carnevale, búcsú a hústól. A Velence non-stop. Én reménykedtem, hogy Velencébe se áll meg, de ez azért a végére bejött, Velence non-stop. Ugye ez a non-stop olyan erénynek tűnik, na mindegy. Hát ez egy ilyen bucitúr, Jenci Reisen, Kovács Géza Travel, ismerjük ezt a dolgot. Este a keletébe itt szomizunk 40-en. Volt egy pasas, akin már mint a tojásgránátok, így két húzamba a dobozos sörit föl volt rakva, és mindig volt egy a kezébe, csak más. Akkor egy pasas, azt nem értettem, hogy mindig így Rodenba nyomja, így gondolkodik, majd a következőt látom, hogy innen kinyúl egy gumicső. Kövessük a kijelölt irányt, és állt egy ilyen kannával. Tehát ők gyakorlatilag már, meg van vizuálisan, Szali, és nem értettem, szegény ember, mondom, hogy rákos vagy beteg, mert mindig az arca ilyen kicsit, hogy be volt esve. És akkor megnéztük, hogy mindez egy gumicső okozza, ugye, amely egy ilyen kannás borban végződött, tehát ott már gyakorlatilag a zuhogó esőbe, a keleti pályaudvar parkolójába este 7 órakor full karneváli volt a hangulat. Tőlünk néhány lépése volt egy busz, amelynek már 20 évvel ezelőtt sem lehetett volna vizsgát adni, a zöld kártyáról nem is beszélve. Én erősen reméltem, hogy nem avval fogunk utazni, és már is így könnyelműen fantáziálni kezdtem, hogy feltűnik majd egy zsírúj neoplán, amelyben még a szerelőszalagon dolgozó német munkások néhány kenőmája szendvicst és némi sört is benne felejtettek. Hát kérem szépen, föl kellett szállnunk a dologra, jól van. Na most ilyenkor a magyar ember, hát esti útnál két dolog van, hevült ágyazás. Tehát a reggeli utaknál ugye voltam idegenvezető, hozzá vagyok szokva, Engels tér, ugye akkor így hívták az Erzsébet teret, reggel 5:30 van az indulás, már párás az összes ablak, és mindenkinek a szájában egy darab rántott csirke. Ez a... Na most kérem szépen, változott a helyzet, az esti utaknál, ezt nem is tudom, hogy lehet csinálni. Vannak a rutinosak, tehát változott a helyzet, most már a cihából kikapott paplanti terítés szét, rögtön három ülésen egyre fizetett be, nem érdekes. Akkor van ilyen vietnámi kerékpár belsőből kialakított aranyérvédő, akkor pneumatikus nyakvédő, felfújható buci-maci fotel, a másik már nyomja a fekvő gumimatracot, teljesen hihetetlen, és közben esznek. Na most hiába itt modern táplálkozás tudomány, fasírt. A fasítban jó, hogy büdös, viszont nem áll el, illetve morzsálódik. Magunk ilyen jutúros paprikás szalámi szendvicset készítettünk, egy 40 darabot. Beülünk, just is előm telepedik a Terminátor kolléga, és azonnal így az ülést hátraengedi. Hátul viszont a kannás rögtön a térdét benyomja a hátsó ülésbe, és így hátra néz, azt mondja, akkor nem látom a videót. Mondom, én sem látom a videót, mert ez már egy kalózkazetta, kalóz változatának volt a kalóz másolata, egy full egyfejes videó, ilyen Terminátor 6. Na, ezek után megjelent a sofőr, gépkocsi vezető, aki a berakodásnál így állt. Tehát
Én azért annak idején én sem szerettem ródolni, de legalább ugye teszünk egy gesztust, ugye? Tudjuk, hogy elejti, már nem fogunk odaérni, de mégis, tehát ugye? Tehát úgyis az utas rakja be, ugye nekem négy kézláb be kellett másznom, mert mindig, ez mindig úgy van, én nem szeretek kofferrel utazni, nekem mindig legbelülre kerül a sportszatyrom, és azonnal 6 darab legnagyobb koffert rögtön rányomják, ugye, hogy a termosznak esélyese legyen a túlélésre, ahogy Máté Krisztina mondaná a Fókuszban. Na elég az hozzá! Elég az hozzá! Előtte van izé? Gépkocsi vezető, hát úgy nézett ki, mint Mussolini egy kicsit fittebb kiadásban, tehát nem amikor Otto Skorzeny elrabolta, hanem még így a fasizmus hajnalán, ha lehet mondani. Mi konspiratív okokból csak Gyöngyinek neveztük. Ahogy elindulunk, Gyöngyi megkezdte a terrorizálást. Azt mondja, a tablettás WC, nem is kellett kakilnom, tehát föl sem merül, ha nem hozza szóba. De abban a pillanatban, hogy ő közölte, ilyen elkeskedett szájjal, mint Mengele a rámpán, közölte, hogy a kakit csak végső esetben, tehát de facto befosás. Na most ettől a terror dumától, én mondom, hangsúlyozom, én reggel tényleg leteszem a két turdusba az anyagot egy kávéval, tehát én általában fegyelmezett ember vagyok, a második csokit a kávéhoz, de meg nem érdekes lesz, hogy csöndbe maradni. Tehát ha ő nem hozta volna szóba, de így már ilyen álosztályi bizsergés jelentkezett, hogy tulajdonképpen kakilhatnánk is. Na most akkor azt látom, hogy az előrelátó boros kolléga egy hátra sandító, oda kerül egy másik marmonkannak. Mondom, ez rutinos utazó, nem akartam elhinni. És látom, hogy köti be a katétert. Egyiken szupi be, katéteren nyomatja ki a masszát. Na most ezek után egy 2 méter 4 centis fiatalember a másik oldalon végigfekszik, és a lábát az ölembe helyezi, ilyen 45-ös. Rajtam a terrorista, mögöttem a szupi ember, videó, nem tudunk aludni, és Mussolini szórja a poénokat. Tehát lezajlott ez a klozet ügy, azt mondja, annyira nem non-stop, mert kétszer megállunk, de akkor megállunk. Akkor pisál. Kétszer megállunk, kávézik, pisál. Na most a pisilés kávézás az úgy választódott meg, hogy pont amikor egy picit az édes álom úgy már, nem azt mondom, hogy szárnyaltunk, de úgy, amikor úgy emelkedtünk volna, én ilyen orcsipesszel dolgoztam, mert aztán beindultak hátul a marmonos brunyál oldalt. Ja, és azt látom, amikor megyünk egy Terminátor, nem tudom, 23-at végignézzük 42-szer, hogy így lerúgja a kis lábát, de még mindig az ölembe. Mondom, édes, be is intőporozom, vagy nem tudom, mit csináljunk. Szóval egyszerűen dráma. Hajnali 4 órakor stentori ordítás, tehát egyszerűen Adolf Hitler a Nürnbergi pártnapon, tehát ilyen hanggal. Leszáll, pisál, cappuccino! Egyiket se kellett, tehát semmi. Mert tényleg reggel négykor semmi igényem nincs ezekre a dolgokra, de nem mertem, szóval így és láttam, ja, és az nagyon rajta volt a búráján, azt a tévés köcsök, a megszopottál. Ha nehogy már azt higgyed, előjogok vannak, érted, mert te ott játszod az agyadat. Hajnali 6-kor megérkezünk a nagy parkolóba Velencébe. Mondták, hogy mellesleg van egy karnevál is. De erről sosem mesélt. Nem érdekes. Magus így körülnéz. Kidogom a kis ujjam, a bejósolt 18 fok helyett. -2. Ezt még a taf se bírja. Te dráma, ilyen zegernyés, korbácsoló szél, minden, eláll a rőzse. Semmi kedvem nem volt kimenni. Senki a parkolóba, egész távol a Mezőcsáti Termelőszövetkezetnek egy 10 éve ott lévő Ikarus busza, amit azóta büfévé alakítottak. Mussolini így a zsebkendőjével így megtörül egy pici párat így a homlokán, így dobol egyet a volánon, azt mondja, benn vagyunk az első 10-ben. És láttam a fején, hogy már legszívesebben indulna vissza, ha lehet pisilés nélkül. Az őszi szezon
Az őszi szezon első adásában megkíméltem önöket, hogy Nyári élmény címmel dolgozatot írjak, de hát nem tudom megkerülni, hogy skóciai utazásom néhány kis villanását meg ne osszam önökkel. Az aktív turizmus jegyében, a Popeye BT szervezésében kerékpározással és evezéssel kötöttük össze a napi két intravénásan befogadott skót kastély megtekintését. Figyelmeztettek a túratársaim, hogy Sanyi nincs jó nyereg. A 30. mérföld körül már azt éreztem, hogy a nyereg így kezd föl jönni, tehát egy ilyen vastag bél tájékon van. Hát summa-summarum, mire a 44 mérföldet, ami ugye majdnem 70 kilométer, vagy ilyesmi, amikor abszolváltam, akkor úgy éreztem, hogy a nyereg ez a gyomor szájamnál tartózkodik, és én az összes pH értékem benn maradt. Tehát én soha többet se pisilni, se kakilni nem tudom. Nagy élményem volt, ugye? Nem gerjedtem én erre a témára, csak hát bemegyek egyet pössenteni a nagy sok után. Mellettem áll egy skót. Szoknyában. Ugye nem vagyok másként gondolkodó, de ösztönösen érdeklődés támad bennem, hogy hogy pisil a skót. Ugye ilyet nem látunk mindig. Persze ott is már nagyon kevesen hordják a népviseletet, de azért hordják. Hát nagyon egyszerű, csak mobiltelefonálni nem lehet közben, mert ahhoz már nincs annyi kéz. Ugye az egyikkel így csippendél, és a másikkal így alsó madárszárból. Ugye, hogy eltakart-e vagy nem, hát ezt nem tudtam megállapítani, mert a szoknya ápolta és eltakarta őt. Én a skótúr elején azt hittem, hogy a napot soha többet nem fogom meglátni az életben, úgyhogy szórakoztattam magam, amikor már csak szemez az idő, tehát amikor nem ömlik, hanem csak szemetel az eső, a skótok kivirágzanak. Lovely day, isn't it? Hát mondom, neked, édesem! Na, utána én is ráálltam erre a lovely dájozásra, részben, hogy túratársaimat szórakoztassam, és egy picit magamat, úgyhogy mindenkinek mondtam, oh, we have beautiful weather today, haven't we? Oh, yes, mondta, igen. Aztán éppen raftoltunk, egy műanyag kajakon elhúzott mellettünk egy pasas, szintén zuhogó esőben, mondom, you enjoy Scotch summer? Oh, yes, mondta, hát neked legyen mondva, édesem. Volt, aztán elhatoltunk a Balmoral kastélyba, ahol szintén esett az eső, akkor aznap kb. 42-szer egy hölgynek oda nyomom, hogy oh, we have a lovely day to die, haven't we? Na várjunk, itt jön az angol aláfogalmazás, azt mondja, not really, nem igazán, but we are on a nice place. De milyen szép helyen vagyunk, tehát ugye ez a pozitív gondolkodás, hogy ez az idő, de legalább egy szép kastélyt látunk, hát ebben igaza van. Kerékpározáshoz beszereztem egy poncsót. Alul össze kell, egy biztonsági heveder van benne, és ebbe kerékpározni is lehet, ugye a heveder azért kell, hogy az hél lecsapja. Imboljunk az edinburghi várban, pár éve visszaadták 200 év után azt a követ, amin a skót királyokat koronázták, ezt is megtekintettük. Meg azért egy apróság, hogy azért ott őrzik a skót koronát, a várban. Mindenütt a várban őrzik, ezt én csak így zárójelben fűzöm ide. És képzeljék el, nagyon kedves dolog, ezt most csak mint kulturális élményt fűzöm ide. Bronzból azonos méretben a kard, az országalma és a korona meg van mintázva, hogy a csökkent látók, illetve hát a vakok is mehessenek múzeumba. Szép dolog ez, nem? Nem olyan vicces, de lehet így is gondolkozni. Na kérem szépen, az edinburghi várba történt velem a következő. Elkezdett esni az eső, és egy forgó széllel kombinálódott. Volt egy ilyen kis apárt övre akasztható kis zsákocskám, abban volt az én kis poncsóm. A poncsót előrántottam, és az abban a pillanatban, mint az elengedett vitorla, így csattogva és megfékezhetetlenül kezdett külön életet élni. Próbáltam magamra gyötörni, közben csapó eső, forgó eső, a szél és a minden irányából. Az ott eszembe, amikor faterral permeteztünk, mi mindig forgószélben permeteztünk. Tehát olyan nem volt, hogy a szél arra fújt volna, ahova mi a permet levet akartuk juttatni. Szóval nem, nem, nem. Na itt is ez történt. Abszolút nem volt arra időm, hogy becsatoljam. A végén sikerült a nyakamra rápatentolni, és ezt a forgó szél ilyen tölcsérszerűen, mint a kutyát, amikor megoperálják a fülét, ugye raknak rá egy ilyen védő tölcsér, hogy ne piszkálja ugye a kökés, és így kérem szépen próbáltam. Na most megvan az a tulajdonságom, hogy magamon tudok röhögni, úgyhogy abszolút semmi esélyem, úgy elkezdtem röhögni, szóval semmi esélyem nem volt, mert minden energiám elment a röhögéstől, hogy behúzzam ugye a megvadult edőernyőt. Na, visszafelé, Aberdeen és London között
A repülőgépen volt egy kis kalandom. Én a showbizniszben vagyok, szeretem, ha a közönség figyel rám, és megsajnáltam azt a szerencsétlen stewardest, aki mutogatja ezeket a biztonsági dolgokat, és a kutya nem figyel rá, ott a business classon bele hemberedik a Financial Times-ba, és Walkman, és laptop, és ropi, és mit tudom én, és szegény meg magányosan, ugye, Váci Mihály szép szavával küzdött, mint akác törzs a homokon, és semmi nem történik. Na most én elhatároztam, hogy most figyelni fogok. És így minden. Hát akkor már most olyan nem volt teljesen természetes. Már így hátraintett egy ilyen férfi sztjuárnak, aki csak egy picit úgy kilépett a takarásból, de én ezt nem láttam. Utána fölvette a mentő mellényt. Hát mondom, akkor élesbe csináljuk a dolgot. Stanislavski módszerrel királytól fölveszem a mentő mellényt. Abban a pillanatban két sztjuárnak a hatalmas tenyere így a vállamba fúrodik, azt mondja, uram, azonnal tegye vissza, ez 50 font. Hát mondom, akkor köszönöm szépen, akkor csak nem bántam. Na most attól fogva meg voltam győződve, hogy színjózan voltam, ezt hozzá kell tenni. Tehát meg voltam győződve, hogy a berúgott terrorista elmebeteg megjelent a fedélzeten, és így négyen így figyeltek így feltűnés nélkül. Gondoltam, hogy azért poén nélkül nem lehet ezt a dolgot befejezni. Elbúcsózom a legagresszívebbtől, és mondom, hello, Rod Stewardess. Ugye Rod Stewardess volt, tehát ráadásul ezért is kérdelt a lót. Na kérem szépen, útközben volt néhány óránk Londonban. Hát mondom, mit csináljunk? A társaság nagy része még nem volt Londonban. Hát mondom, akkor pattanjunk fel egy ilyen városnéző buszra. Egy ilyen kis diafilmszerű élmény. Hát ezen a buszon én komolyan fontolgattam, hogy feladom a szakmát. Egy olyan csávó dolgozott élőben, hogy valami embertelen. Tehát ami a mozgás volt és a gesztusok, az Mick Jagger. Tehát ez a föl-alá menés, rockszemüveg, zakó alatt a fekete garbó, és valami óriási volt a manus, így meglátunk egy Jaguar szalont. Oh, Jaguar. One piece of English proud, now owned by American Ford, with an Australian president. A shame! És így sétál. Ugye, hogy az angol büszkeség amerikai kézben van, és az elnök meg ráadásul ausztrál. És akkor ezen mindig, tehát ezt a nemzethalált mindig átélte. És akkor egy szó mindig ment, az lehetetlen, azt mondja. Oh, the Royal Coffee. A 200 years old café. Majdnem minden 200 years old volt. De mondjuk ez Londonban, ugye, ahol a kocsmában ki van írva, hogy itt 1528 volt a sört mérnek, szóval azért isteni, hogy egy városban van komfortfokozat, hogy nem alakítanak ki mindig át. Ott már az unokának is a DNS-ében benne van, hogy maxosan hogy talál haza, mert már a nagyfater is oda járt a kocsmába, hát szóval, és meg van mondva a klónozás probléma. És annyi van kiírva szolidan, hogy itt 1828 volt a sört mérnek. Van aztán az első Károlynak a szobra, ő az egyetlen, akit kivégeztek, az egyetlen angol férfi uralkodó. Egy ilyen pici kis szobra van, azt mondja, oh, Charles the First. His head was chopped. Lecsapták a fejét, és ezzel is elszomorodott. Utána váltottunk a tematikát, azt mondja, oh, this is the street where Paul McCartney met Linda. And behind the pub, visited by the Beatles. See you here at 4 o'clock, a Walking Rock and Roll Tour. I show you all the places where the rock and roll was born, where they lived, where they got to pub, where they produced the records, and where the rock and roll died. És akkor egy első szalagát. Az utóbbi időben úgy hozta a sors, hogy több irányba kellett repülnöm átszállással, ne aggódjanak, nem újabb úti élmények következnek. Csupán azt szeretném regisztrálni, hogy hát komolyan veszik a biztonsági intézkedéseket. A kajás szatyromban, például a kokáért, 14 kg hideg élelemmel így megalázottan osontam, egy nylon szatyorral, mindegy, nem érdekes, külföldön nem ismernek. És ebben, hogy nem, benne maradt egy ilyen pici bicska, de ilyen inkább ilyen bros, ilyen kitűző jellegű, ilyen kis manikűr bicska. Varsóba bedugom az átvilágítóba. Azt mondja, ebben egy kés van.
Hát mondom, ez Hauske-Schlossen, mondom, én csak pritamin paprikákról tudok, mondom, hát ez teljesen lehetetlen, azt előveszi, de igen. Hú, mondom, tényleg, ez nagyon komoly. Zárójelben mondjuk, ha én a repülőgépen egy üveg konyakot kiöntök a zsebkendőbe és meggyújtom, akkor mi a f***ban? Szóval csak így, ugye? És egyébként is én az utasok lefegyverzésének nem vagyok híve, mert nem tudjuk magunkat megvédeni. Tehát rosszul gondolkodik az egész civilizált világ, az utasokat fel kéne fegyverezni. Nem? Hát arról nem beszélve, jönnek a karatéjósok, tudják ezeket a pontokat, hát kész, nem? Hup-hup, az kész, leütnek. Például nadrágszíjat se vesznek el. Ugye, amit hittem, pontosan tudnak, hogy el kell. Nem? Hát jön kung fu, nuncsaku, kész. Kész, passza. Most pont az én pici kis bicskám, ez a kis pici bicska, ez pont a baj. Azt hittem, hogy beteszi egy stanecliba, és én ezt visszakapom. Mondom, elnézést, mikor kapom vissza, hogy a szívemhez nőtt ez a kis darab, azt mondja, ha legközelebb Varsóba jár. Hát, és így bedobta a szemetes badellába. Na jó van, köszönöm szépen. Másik átszállás. Úgy történt, hogy elsőnek adtam le, én mindig a végén szoktam beszállni, de most gondoltam, megfordítom. Előre osonkodtam, elvették a beszállókártyámat, lemegyek a betonra, le kéne szállni a buszba. Na, széles PH értékű mosolya jön a sztjuárdesz. Azt mondja, szálljon be a buszba. Hát mondom, pacsimo, varum, porquoi? Hát én mondom, miért? Hát még az 50 manust, amíg elintézik, addig én itt szellőzködöm, és nem fogok egy büdös buszban ülni. Mondom, ha megmondja, hogy miért, akkor én beszállok. Igen? Nézze, 2 percen belül itt van 4 katona, nem mondanak semmit, de hogy maga nem repül sehova, azt tuti. Mondom, hopp, meg is beszéltük, és így rögtön leültem a kis szettemmel. A repülőgépi várakozásban komponáltam egy kis dalt, pontosabban egy átiratot, a szám maga ismert alapzenére ültettem rá a következő egy sort. Nem maradtam vele nagy sikert. Oh, Mr. Taliban, Talibi Banan. Magam is éreztem, hogy túllőttem a célon. A személyzet mosolya nem volt természetes. Viszont soha ennyit nem foglalkoztak velem. Jönnek a sztjuárdeszek, és mindenkinek így határozottan megnézik a biztonsági övetét. Gondoltam, kint hagyom a rúst. És viszek egy kis színt az életükbe. De aztán nem tettem ilyen. És drága barátaim, hát egy vallomással tartozom még. Ez a repülő többszörös átszállás utolsó szakaszán történt. Egy kis gépbe kaptunk helyet egészen hátul. Ez Kijevből hazafele jövet volt, és hát elég sok mindent ott ettünk, ittunk, és hát a bendő az dolgozott. Gondoltam, hogy a galambocskák jelentős részét én plenerben engedném el. Nem raknék ilyen szörnyű terhet utastársaimra. Ülünk hátul, baloldalt egy ülés, itt 2, és még a sztjuárdesz is odaül. Hátulról így előrodolfóz egy ülést, a konyhából, és oda be. Hát én éreztem, hogy az én vezérem bensőmből vezérel. Hát mondom, én ezt nem bírom ki. Egy fedő köhentéssel. Hangsúlyozom, hogy semmi nem utalt arra, hogy ez fog következni, ami bekövetkezett. Az vesse rám az első követ, aki még nem fingott én. Egy fedő köhentéssel így, hopp! Így elengedek egy kis anyagot. Hát kérlek szépen, én nem akarok felvágni. 9 soron hullámzott mindez végig. Így lehetett látni, hogy egymás után így nyúltak a ventilációs szelep után, és egy picit így borzolódtak a frizurán. Köszönöm szépen. Milyen abszurd egyáltalában, hogy a világon nyelvek vannak. Milyen abszurd az, hogy Budapestről utazunk egy órát, és már nem értjük mondjuk szlovák barátainkat.
Gyakorlatból tudom azt, és azt hiszem, hogy a kedves nézők is megerősíthetnek ebben, hogy a nullához képest néhány szó milyen sok tud lenni. Na kérem tisztelettel, valamelyes szolgáltató jelleggel összeállítottunk önöknek túlélő szótárt, amelyet különböző régiókban használhatnak, ugye melyek tehát azok a legfontosabb mondatok, amelyeket a világ különböző részein túlélés jelleggel ugye tudnunk kell. Mehet? Jó. Csád. Elnézést, ez a sivatag vezet az oázishoz? Itt megállok egy kicsit, mert ez nagyon jó, szóval azért ezt egy picit azért. Valami belement a szemembe. Zöld kígyó volt piros mintával. Kaphatnék egy pohár vizet a feleségemért. A melegből megyünk a hidegbe, Grönland. Csúnya időnk van ma, 8 hónapig. Van egy nővérem és egy öcsém a jég alatt. Elvinne a legközelebbi kontinensre. Pápua. Figyelni kell, ez nagyon jó. Köszönöm a meghívást. Köszönöm a meghívást, de már ebédeltem. Elnézést. Ezt nem voltam képes ilyen nagy endrei szemtelenséggel elmondani. Még mindig Pápua földön vagyunk. Hadd mutassam be a feleségem. És egy nagyon egyszerű, amely hát egy kicsit más fénytörésben jelenik meg ugye ebben a kultúrkörben. Jó étvágyat. Szédülök, kérem forgasson lassabban. Természetesen gondoltunk a hazákba látogató külföldiekre is, Magyarország. Megmondaná kérem, hol találom a legközelebbi tűzi játékot? Főúr, kérem, ne bántson. Mérnök közgazdász vagyok, lenne szíves elmagyarázni a 2 körzetes hétvégi szakasz átszállójegy használatát? Ez már csak jön még, de jön. Afganisztán. Nem vagyok amerikai. Van itt a közelben szakálkölcsönző? De hogy változik a helyzet, van itt a közelben Borbé. Magyar újságíró vagyok, és Mezopotámiát keresem. Kaphaték egy másik tárat, az enyém kifogyott. Kérem, ne végezzék ki a feleségemet, én nevettem. Bocsánat, nem látta a feleségemet, olyan 1.60x1.10-es. Legdurvább. Allahra esküszöm, nem az enyém a Csonk András kazetta. Nálunk december 23-a volt a nagy nap, a beigli készre rántásának napja. A nap hamleti kérdése nem úgy hangzott, hogy lenni vagy nem lenni, hanem úgy, hogy reped, vagy nem reped. Időben vagyunk a 60-as évek elején, 63-64-ben, hogy nem apám otthon volt ezen a délelőttön, akkor tudni kell, hogy még 24-én is délig kellett dolgozni. Valahogyan átcserélhették a napokat, az öreg otthon volt, és láttam, hogy izeg, mozog, ficorog. Tudtam én, hogy ő mit szeretne. Szeretett volna lehaladni a szemközti különlegességi cukrászdába, nyugodtan meginni egy dupla kávét, egy nagy burgonyát, és csesztetésmentesen elolvasni az újságot. Atyám mindig azt mondta, ha meg szeretnéd tudni, mit akar a feleséged, ülj le 5 percre újságot olvasni. Na már most ehhez édesapámnak valamilyen ürügyet ki kellett találnia,
kópés mosolya a száj szegletében ránéz édesanyámra 1963. december 23-án délelőtt 10:30-kor, és azt mondja, angyalka, szerzek egy kis narancsot. Hát narancsot én csak a Pallas Lexikon narancs szócikkének illusztrációja formájában láttam, atyám el. Anyám magára húzza a labort. Vártam, hogy mikor szólít. Mikor mehetek már egy kis krémet nyalni, egy kis tészta véget enni. Egy óra múlva szólít anyám, hát nem kellett kétszer mondani, mint Foxy Maxi. Húzok ki a konyhába. Anyám kinyitja a tűzhelyet. Kihúzza a tepsit. Hát az olyan volt, mint egy Betlehem. Csak ebben rögtön 4 kis Jézus tartózkodott. 2 diós, 2 mákos, ez egy ilyen ökumenikus Betlehem. A belbecsel anyámnál soha nem volt probléma, de ezúttal repedésmentes felületet produkált. Mondhatnám, hogy csodát alkotott. Atyám mindig azt mondta, angyalka, émeítő gazdagsággal a tölteléket a tészta csak jelzi. A bejglinek van egy másik tulajdonsága, hogy egy kicsikét olyan, mint az élet. A vége nem jó. Mert ott már nincs benne töltelék, ott egy ilyen száraz tészta búzli van. Na, nagyanyám és atyám ezt nem hagyták annyiban, ők urológiai módszerekkel a bejgli végébe is csocsóztak tőle. Nálunk tehát ez is megoldódott. Tekintettel arra, hogy semmi szabad hely nem maradt az egyébként nem kis konyhában, hiszen mindenütt különböző állatok vívták haláltúsájukat. Anyám hirtelen ötlettől vezérelve a tepsi bejglit letette a konyhakőre hűlni, mert a másik kézzel már az ördögi sósüteményt kellett benyomatni a még meleg sütőbe. Ha, darab idő múltán csöngetnek, atyám áll az ajtóba. Bal szája szögletébe kis kakaópor. Ebből tudtam, hogy az obligát nagyburgonyát elfogyasztotta ő. És láss csodát, hogy honnan nem szerzett narancsot. Szerintem ezt ő korábban bespájzolta és eldugta. Nem tudjuk, vagy valami ügyfelétől kapta, nem lehet tudni. Atyám megemelte a narancsot, mint papa az oltári szentséget. Nem sokszor kapott ő dicséretet az én drága jó anyámtól. De most úgy érezte, hogy méltó a munkás az ő bérére, fővetéses díszlépésben megindult a konyhán át a spájz felé, hogy ott nehezen beszerzett gyarmatáruját biztonságba helyez. Hát kérem. Ami ezután történt, arról 10 évig beszélni se lehet. Ez besorolódott a legnagyobb történelmi kataklizmák sorába, az erdélyi meneküléstől az ostromon, Recsken, a kitelepítésen, 56-on át a család egy részének külföldre vándorlásáig bezárult. Először a 11. esztendőben lehetett en passant megemlíteni, hogy mi is lehetett ott. Azt kell mondjam, atyám a jelenetből kihozta a maximumot. Ő katonaviselt ember volt, annyit én is tudtam, hogy a gyalogsági lépés 72 cm. A tepsi viszont csak 60. Vélhetőleg tehát az én drága atyám fővetéses díszlépésben 44-es gojzervarrot vastagon bordázott bakancsával betrappolt a 60x40-es tepsi bal sarkába. Ekkor azonban érezte, úgyis mint hatfi és kitűnő sportsman az óbudai téglagyár másodosztályú gyephoki csapatának örök reménysége, hogy a pozíciója instabillá vál, hasonlóan, mint amikor a sível tehén lepényre tévedünk, és egy kicsit meggyorsul a verda. Ezért ő ösztönösen és határozottan a helyzetét stabilizálandó mellé zárt. Nem kell hozzá költői fantázia, hogy elképzeljük, milyen az, amikor egy 60x40 cm-es tepsiben 2 darab 44-es gojzervarrot férfi bakancs tartózkodik. Édesapám így próbált besimulni a rendszerbe. Annyit érzett, hogy poénnal nem jön ki ebből a történetből.
És ez volt az a pillanat, amikor szerette volna élete videóját Schnell üzemmódba kapcsolni, de akkor még televízió sem volt. Édesanyám, mint ilyen helyzetekben leginkább hegyesen fütyülni kezdte az AIDA bevonulási indulóját, és elővette a középső fiókból a kést. Minden családban volt egy kés, amivel vágni lehetett, amivel apátok mindig a Wartburgiát buzerálja. Ez volt nálunk a svéd kés. Le Halef de Knife. Ehhez a másik fiókból édesanyám egy félbetört ágyújegyű kaszakövet vett elő, és avval az a csukló mozdulatokkal az AIDA bevonulási indulójának hegyes füttyöngetése közepette, fenni kezdte a pengét, avval a nyilvánvaló szándékkal, hogyha annak élességi foka a megfelelő szintre ág, akkor ő az én drága jó atyám nyaki ütőerének elmetszésével pontot tesz rövid, de boldogtalan házasságuk végre. Atyám tisztában volt a deliktum súlyával. A történtek után ő sem akart élni tovább. Némár várta a tepsiben a halált. Hát én nem voltam hülye kisgyerek, megpróbáltam elképzelni a szentestét. Hát mondom, a szentestét apuka a Szvetenai utcai Korbonztani intézetben fogja tölteni egy tepsiben, magukat spiritusztól vidámmá ivott hullamosok társaságában. Édesanyámat vagy a Kozma utcai gyűjtőbe viszik, vagy a Markó utcai szárazhúgyozóba. Jártunk mind a két helyre beszélőre, csomagot, levelet, ezt az beadni. Pontosan tudtam, hogy miről beszélek. Ami meg engem illet, volt nekem 6 kis osztálytársam. Mi is gyakran jártunk mackó ruhába, de ők mindig. Úgy hívták őket az intézetisek. Szlovák Ferike még epilepsziás is volt, főleg akkor, ha röpdolgozatot kellett írni, úgyhogy egy 35 percet ki tudtunk hozni a jelenetből, ma is el tudok látni egy ilyen rohamot, nem volt ebben semmi különös, úgyhogy elképzeltem magam a szentestén, hogy egyen maci ruhába, hand in hand Szlovák Feriékkel itt zombizunk a karácsonyfa körül. Annyira csak a különbség, hogy azon nem a szokásos csúcsdísz lesz, hanem egy ötágú vörös csillag, és a mennyből az angyal helyett ugye a fenyő ünnep immár eljő című szocialista örökzöldet fogjuk énekelni. Atyám próbálta menteni a helyzetet, letámaszkodott a szenes ládára, és a középső úgynevezett tapogató ujjával megpróbálta a bordákból kiszedni a drága töltelékét. Mondanom sem kell, hogy ez egyáltalán nem csillapította, ellenkezőleg fokozta édesanyám ölési vágyát. Meg is indult ő a csőre töltött haleffal apám felé, és nyilvánvaló volt, hogy anyuka másnap kiemelt helyet kap az Esti Hírlap fekete krónika rovatában. De ekkor úgy látszik, a jóisten mégis megsimogatta az én drága jó atyám buksiját, mert egy nem túl nagy poénkával, de mégis kihomorította a történetből. Anyám jön a csőre töltött haleffal, apám felemelkedik, félretúlja a kést, megöleli anyámat, és csak annyit mond. Nem baj, angyalka, én repetten is szeretem. És ez vonatkozott a Bejgyire, de ez egyúttal egy édesanyámnak szóló szerelmi vallomás is volt. Ebben a szezonban mindössze annyi változás esett, hogy a szokásos süteményes villa helyett mokkás kanalat is szervíroztunk a könnyebb fogyaszthatóság kedvéért, illetve minden rosszban van valami jó, mert sikerült feloldanunk a mákososok és diósosok antagonisztikus ellentétét, amennyiben feltaláltuk a vegyesbe. Jó reggelt, Afganisztán! Hölgyeim és uraim, tisztulnak a viszonyok. Ugyan a világ legnagyobb hatalma és annak legnagyobb hadserege két apró problémát nem tudott még tisztázni Afganisztánban. Egy, hogy Osama bin Laden éle vagy hal, illetve hun van bármilyen formában. Hát kérem szépen, itt van az új fegyverbarátság. 40 huszár, ennyiről hallunk. 40 huszáron a világ szeme. Ez a becsődölt, óriási NATO és amerikai hadsereg vigyázó tekintetét most a keménytökű magyar huszárokra vetik. Simulnak a ráncok a Pentagonban, a személyzet egy részét jutalomszabadságra küldték Hawaii-ra, Rumsfeld védelmi miniszter rászokott a fütyülős barackra,
Az egyik variáció, hogy nem mi menjünk. Oldjuk meg idegen légiósokkal. Ugye a futballban ez egy teljesen bevált dolog, én, ami azt illeti, a teljes magyar focit idegen légióra bíznám. Tehát a foci nekünk nem megy. Nem megy tovább a vízszintes és a függőleges. Ez a két probléma, ez a szittyáknak nem megy. Tehát legyen foci, legyenek stadionok, de nem játszunk, könyörgöm, nézzük. Nézzük, nézzük. Hölgyeim és uraim, akár így, akár úgy, én egy dologban biztos vagyok, hogy mi semmiképpen nem operálhatunk a nyers erővel. Én úgy gondolom, hogy itt a Bornemissza Gergely Furmányig kell visszamenni, kiegészítve ezt Lángvince überolhatatlan kreativitásával. Voltak ilyen sikereink, ne feledjék az öbölháborút, amikor a világ legnagyobb hatalmai megpróbálták a lángoló olajkutakat elfújni. Nem ment. Több milliárd dolláros haditechnika volt mögötte. Oda mentek a magyarok, akik egy kombányból, egy szecskavágóból, egy csepelt teherautóból és egy tankból berheltek egy olyan elfújógépet, hogy így, ha, így elfújta, és így az amerikai hadsereg így bénultan nézett. Tehát szerintem ehhez a hagyományhoz kell visszatérni. Egyébként hogyan mutatkozott be Medgyessy a Fehérházban? My name is Medgyessy. Péter Medgyessy. Kérem szépen, lehet tehát a csatának többféle megközelítése. Én mindenképpen, ami a technikát illeti, a Trabant dzsippeket javasolni tudnám. Ezek ugyanis nem romlanak el a homokon, mert rendkívül egyszerű összeállításúak. Feltétlenül behálóznék néhány alföldi varjúrajt. Róluk már kiderült, hogy a legbonyolultabb Mistral rakéták megtévesztésére is alkalmasak. Ezen kívül miután a hologram is magyar találmány, a nagyobb afgán városokban hologram segítségével World Trade Center tornyokat vetítenék az égre, és így a talibánok magukat lebombázzák. Kérem tisztelettel a száztagú veresegyházi asszonykórusból, vagy az nem száztagú, az a cigányzenekar, hány tagú? Ők is száztagok? Ők csak veresegyházi asszonykórus. Nem, hát az úgy van, hogy egy fogalma és száz lába mi az veresegyházi asszonykórus. Na, ebből következik, hogy véletlenül 50 körül vannak. Na kérem tiszteletem, belőlük lehetne egy ilyen ritmus csoportot. Odállnának a barlanghoz, Bin Laden hívogató. Messzi fődődjöttünk, térdi kapott lábunk, Osama Bin Laden, te ügyedben járunk. NATO áll mögöttünk, 200 tankkal várunk, szederőszködj össze, mi itt kint megvárunk. De lehet ilyen kis gyermekcsoport, Bin Laden kiszámoló. Denke-denke, Bin Ladenke, kezemben egy mordály, ideggázzal töltött palac, szökni ne is próbál. Denke-denke, Bin Ladenke, bárhova is bújtál, ipi a pac, megtalállak, ha csak el nem hunytál. Ami is következik tehát, hogy a magyar folklórt is be kell a dologba vonni, természetesen elküldenénk Vér Andrást és Vuj Trtkót, hogy megnézzék néhány második világháborús magyar hadifogoly nem keveredette a talibánok közé. Magyar Bin Laden hason más elfogó csoport. Mindenkit elfognak, aki hasonlít, és aki nem védekezik. Ezzel már kiszűrtük a nem gyanúsakat, mert az igazi Osama harc nélkül biztos nem adja meg magát. A világ legismertebb női alakulata a háromszoros énenjáró magyar Kudlik Juli ejtőernyő vasaló század. A 22-es számú cukrászkülönítmény a legendás Salmonella brigád. A biológiai hadviselés nagymesterei. Frey Tamás riporter zászlóai jól irányzott keresztkérdésekkel megtörik az ellenség harci szellemét. A közismert zöldsapkások a fradi szurkolók kemény magjából toborzott, rettenthetetlen bekiabálók, fő fegyverük a harsány, Osama, még buzi is vagy kiáltás. Radics Péter éjség sztrájkkal támogatja a kiküldött 40 harcost. Kihelyezett Mónika só, segítség, afgán vagyok. Ki tud többet a Szovjetunióról, játékos vetélkedő Rózsa György vezetésével? Tribuszerné pilóta játékot szervezhet, ami felőrölni a tálib gazdaságot, esetleg postabank részvényekkel kiegészít. Az egység fal kettője és csodafegyvere, Csonka András, élő erők ellen bevethető sztárkatona, ha a barlang bejáratánál elénekli a ding-ding-dongot, Osama sikítva felteszi a kezét, és megmondja maga.
Nálunk a karácsony gazdasági alapját a dió jelentette. Nekünk akkor még Leányfalun volt 6 nagy diófánk, 3 mázsa figyelj feletti diótermésssel. Atyám tört, anyám tisztított. Hát amennyire visszatudok emlékezni, az én drága jó édesapám nem volt egy kezekész ember, ha szabad ezt a fogalmat megalkotnom a szavakész analógiájára. Amennyire visszatudunk emlékezni, 4 ütés típust különítettünk el. 1. Az öreg abszolút nem talált el a diót, bing, rásomott a rézmozsár tetejére, a dió huncutól elugrott a konyha valamelyik sarkába, és amikor 2-3 tucatnyi összegyűlt, akkor az öreg féltédre ereszkedve, a megváltó rendkívül profán kontextusú emlegetése közepette, ezeket összegyűjtötte, de közben, részint, hogy érdekesebbé tegye magát, kihasználván ezt az alfekvést, egy-egy könnyű galambocskát engedett a légtérbe. Ugye ez figyelemfelhívás is volt, és tulajdonképpen felfoghatjuk, mint a polgári engedetlenségnek egy korai változatát. Ez volt az ő tiltakozása az anyám által elrendelt pusztító kényszermunkával szemben. Volt a második változat, amikor apám rosszul találta el a diót, és repesz gránát szilánkok árasztották el a konyhát. A harmadik ütéstípus, nyugodtan zárójelbe tehető, ez lett volna az, hogy apuka jól eltalálja a diót. Sokkal gyakoribb volt ebben szemben a negyedik típus, papa célzó készsége javult, adrenalin szintje emelkedett, megnyomta az előtolást, bang, halálos pontosan tiszta erőből lecsapott a dióra, úgyhogy a mozsár tetején egy palacsinta alakult ki. Ember a haját a belétől soha többet el nem választott. Na ebből csinált anyám nekünk beiglit. Papa menet közben lassolt. Méghozzá a legszebbekből. Ezt édesanyám különösen nehezményezte, úgyhogy a tisztító bicska jelével rásomott az én drága jó édesapám bütykös ujját. Apának jó oka volt, hogy a legszebb diókból válasszon. Ugyanis 22 évnyi, nem rövid, de boldogtalan házasságuk alatt az én drága jó atyám nálunk 16 évnél fiatalabb baraclekvárt nem kapott. Nagyanyámék 1916-ban menekültek Erdélyből. A 60-as évek közepén én még a József körúti Spice-ban láttam 1916-os évjáratú baracklekvárokat. Alatt a kis kiegészítő címkével, amit annak idején még a főzetekre kellett tenni. Újra főzve 1945-ben! Hát kérem, hogy mire volt idejük ezeknek? Más várta haza az urát a hadifogságból, talicskázta a robot, húzta a lódögöt. Ők átrottyantották a baraszt. Ugye, almából is. Előbb a kis hibásat, kisfiam, a kis hibásat. Rohadt almát ettünk egész évben. Majd, ha már megrohadt minden, ott maradt a menekülés vékony ösvénye, a gyümölcs saláta. 22 év alatt 40 dek a kenyeret kellett volna egyszer kidobni, és mindig friss kenyeret ettünk volna, de hát azt nem lehetett. A tegnapit, kicsi fiam, 22 évig rágtuk a savanyú brúgót, ugye? Szemem láttára történt. Egy reggel kimegyek a konyhába, papa ott áll a falikútnál, elől finoman sáfrányos, hátul diszkréten vonalkódos, habseje macsó nadrágjában, és kalapáccsal üti le a teveszarrá tömbösödött baraclekvárról az üveget. Majd utána egy alsó madárszárba egy kicsit átöblítette, rátette egy vágódeszkára, és az én barkács készletemből elcsent lombfűrész segítségével, mint a szovjet tömbteját baltával szeletelte ő, hogy aztán a szénné égett pirítós kenyérre expanderez. Fater pirítósban verhetetlen volt, minden reggel kis füstben imbolygott a konyhában, kigyulladni látszott az én drága jó atyám. Kérem szépen, hogyha a 60-as, 70-es években mi másfél tucatnyi pirítós készüléket nem kaptunk, akkor egyet se, mondhatnám 5 kontinens. Volt olyan, amelyik már szabályozható, földobja, oxira veszi, elénekli a Yankee Doodle-t, papa mondta mindig, most már megvárom azt, amelyik öregségem le is pippant. De! Egy a lényeg. Papa mindegyikbe beleégette a pirítót. Hogyan?
Fater 4 centi vastagon megküldte a 360-ast. Zameg be a pirítósba! Nem volt a világnak az a napnyugati pirítós, ami ezt ki tudta volna lökni magából. Egyébként hihetetlen dolgok tudnak a bulvár sajtóban megjelenni. A legutóbbi, hát erre gyakran rá szoktunk térni. A következő volt Nóci. Figyelj, Nóci majdnem elejtette a mobilját. Kézzed el! Majdnem elejtette! Hát mi van, ha elejti? Ja, és Gregor Bernadett ma senkibe se szeretett bele, és senki nem verte meg. Ez is hír. Valahol a körút egyik mellékutcájában két szociális munkás, akinek a feladata ott a tisztogatás lett volna, itt beszélget. Az ember ugye kémkedik, hallgatózik, azt mondja. Te azt mondja, hát ezeket a politikusokat én egy-egyben bezárnám a való villába. Az a különbséges se inni, se enni nem adnák nekik. Távol álljunk tőlünk, hogy a New York-i tragédiával, a szeptember 11-i tragédiával viccelődjünk, de ami az évfordulón történt, különösen a médiákokban hát azon már igencsak lehet viccelődni, mindenki azt várta, hogy fog valami történni, és nem történt az ég egy adta világon semmi. Nézzük tehát az 2003. szeptember 11-i híreket. Az Al Jazeera televízió rejtett kamerás felvételt sugárzott arról, hogy George Bush még él. Négy menetrend szerinti járat nem szállt fel, mert a pilótának álcázott titkos rendőrökről csak a helyszínen derült ki, hogy nem tudnak repülőgépet vezetni. Az amerikai hatóságok letartóztatták Bombera Krisztinát, mert gyanúsá vált, hogy minden évben szeptember 11-én érkezik New Yorkba. Kulcsár Attila idéglenes eltávozási engedéllyel megtekintette a bécsi operában a bagdadi tolvajt. Egy áruházláncunkban egy ajtóra ragasztva botlottunk a következő hirdetésbe. Szereted a kihívásokat? Legyél a munkatársunk. Áruházunk felvételt hirdet kocsigyűjtő munkakörben. Következzék akkor a kocsigyűjtő pályázata. Tisztelt Humán Erőforrás Koordinációs Csoport, hölgyem, uram, a kihívások embere vagyok. Nem csak szeretem, de már zsenge gyermekkorom óta keresem is a kihívásokat. Kihívások nélkül az életem céltalan lenne, de szerencsére hajléktalan vagyok. Így van bennük részem bőven. A kihívásoknál talán csak a csapatmunkát, a kapcsolatteremtést és a kocsigyűjtést szeretem jobban. 3 éve dolgozom kocsigyűjtőként, a foglalkozásom egyben a hobbim is. Előző munkahelyemen, ahonnan közös megegyezéssel és 17 kocsival távoztam, munkatársaim dinamikus embernek ismertek meg. Eleinte csak a 100 forintosokért gyűjtöttem a kocsikat, de rövid időn belül kocsitologatóvá léptettek elő, később pedig logisztikai előadó lettem, ami lényegében ugyanaz. 4-szer voltam a hónap dolgozója, köztük januárban, amikor a kocsik odafagynak az aszfalthoz, és jó eredményeket értem el a vállalati versenyeken, a gyorsasági, illetve a beugratos kérdések kategóriában. Az utóbbi időben szabadúszó kocsigyűjtőként tevékenykedem, felkínált állásokra örömmel jelentkezem, a megfelelő juttatások és a diplomás minimál bérreményében. Dr. Brunner Iván, nyugalmazott egyetemi oktató. Pornó hullám indult el a bestsellerek vonalán. Többen gondolták úgy, hogy van egy bizonyos nevük, és hogyha a Renault bűvöletében elindulnak, akkor ez garantált kasszasiker. Hát erről nekünk az jutott az eszünkbe, hogy az egyes közéleti személyiségek, média tényezők, ahogy mondani szoktuk, vagy mely pornókönyvet adhatnának ki, mely címmel és tartalommal. Just László,
A szivatás művészete. A regény főhőse fogyasztóvédelmi vonalon dolgozó televíziós riporter, élete szerelme egy asszony, aki évek óta próbál visszacserélni egy NDK Turmix gépet, sikertelenül. A regény a hatóságokkal és a Turmix gép gyártóval folytatott csatákat dolgozza fel durva szex jelenetekkel. Vágó István, mindent vagy semmit. A regény főhőse riporter, aki mindig négy közül választhat. Az egyik legdurvább jelenetben partnere a közönség segítségét kéri. Batiz András, ami még a fókuszból is kimaradt. A szerző új regényében sem tagadja meg önmagát, a könnyű szórakoztatás mellett súlyos problémákat is érint. A két transzvesztita, egy nehezen gyógyuló betegség és egy autista uszkár valós történetét feldolgozó mű igazi csemege a hány inger kedvelőjének. Palik László, a gyönyör sikolyai. Tűzálló kezes lábasban és bukós isakban beduinok között tevékkel. Az orgiát a hűséges társ Héder Barna közvetíti hangos könyv formájában is, az új bővített kiadásban már megtalálható a Kalandjaim a Forma 1-es istállóban című fejezet. Vujtrtko, kapcsolataim a sugárfertőzöttekkel és leprásokkal. Izgalmas, hardcore pornó Csernobil árnyékában. Egy nő két fejjel és egy lábbal. Magömlés a reaktorban, szexualitás és a sugárfertőzés. Ezt lehet, hogy kihagyjuk mi. Nem a sugárfertőzöttekről szól, azokról a barmokról szól, akik ilyen stílusban tudósítanak vagy írnak. Krudinák Alajos, Gruppen Gázában. A szerző a magyar és az arab irodalom hagyományait viszi tovább. A főhős, akinek Yasser Arafat is megvolt, utazásai során többször találkozik terrorista sejtekkel, amelyekkel minden lehetséges irányból kapcsolatot létesít. Stúl András nem is ég egy lakatlan szigeten. Mi történt a szigeten, mielőtt megérkeznek a játékosok? Buci első felejthetetlen éjszakája egy hangyásszal a kunyhóban. Hölgyeim és uraim, én a magam részéről nem látok tisztán, ugye mind a két fél más mond, az egyik azt mondja, hogy egyre jobb lesz nekünk, a másik azt mondja, hogy nem lesz jobb, bizonyos dolgokat leengednek, de ugyanakkor kétszer annyit fölemelnek, én nem tudom, hogy itten hogy fog alakulni a dolog, de azt látom, hogy egyre rafináltabb adókat próbálnak ránk kivetni, hogy nekünk még jobb legyen, mert ez nyilván ezért történik, hát mi másért történet ez a dolog, ugye, hogy ezt mindig eljátszák, hogy beígérik az ingatlan adót, aztán rájönnek, hogy saját magukkal basztának ki a legjobban, és akkor ettől eltekintenek, igaz? Na, hát kérem szépen, mi... Péter! Péter! Még több áfát! Még több áfát a távfűtésre, Péter! Kérem tisztelettel, mi... A kormányzat segítségére szeretnénk sietni, hogy mi mindenre lehetne még adót kivetni. Ez kevés, még! Csavarj, Peti! Kérem szépen, új adónevek. Kétütemű autó adó. Minden kettővel osztható ütemű autó után fizetendő, mert tulajdonképpen minden autó kétütemű. Kínai piacadó. Aki belép a kínai piac területére, annak le kell szurkolni a Für alle Fälle a portásnak 5000 forint áfát, mert bent úgysem fog ilyesmit tenni. Idegenforgalmi adó. Mindenkinek az évi szabadsága után éjszakánként 250 forint idegenforgalmi adót kell fizetnie, mivel ha otthon marad, akkor mint turista tartózkodik a lakásban. Ingó adó. Van ingatlan adó, van ingó adó. Hajléktalanok által fizetendő adó, nem? Mivel nincs lakásuk, ezért nem fizetnek ingatlan adót. Az alapja az egyfőre jutó paplan négyzetméter. Szerv adó. Azt fizeti be, akibe szervet ültetnek át, mert ezzel gazdagodik. Nem? Én az egy dolog, amit használok, azt nem tudom elszámolni, a ruha. Mert azt, ha én kapok a saját cégemtől, ugye a Kamu BT-től, akkor azt nekem, mint magánszemély, be kell...